Csino és Leon 2007-ben érkeztek Sóstóra, több éve ők a Nyíregyházi Állatpark fókasójának sztárjai. A bemutatón az állatok felváltva dolgoznak, trénereik kézjelekkel mutatják, hogy melyik fókát érdemes figyelni. 3 évvel ezelőtt csatlakozott hozzájuk Franci, ő a 4. életévét töltötte be idén, és már szépen felzárkózott a nagy fókákhoz, rengeteg gyakorlatot elsajátított. Ők 3-an jelenleg több mint 50 gyakorlatot tudnak, egy-egy feladat betanítása típusától függően 2 héttől 1 évig is tarthat. Az állatpark legifjabb oroszlánfókája Barni 2 éves, tavaly érkezett Sóstófürdőre Lengyelországból, jelenleg fele akkora, mint Franci, súlya mindössze 48 kg. Már ő is ismerkedik a tréningezés alapjaival, és láthatóan nagy élvezettel mutatja be tudását a közönségnek. Barni egy viszonylag nyugodt kis fóka, azonban ha játékról van szó, akkor nagyon be tud pörögni, nagyon jól el vannak Francival is a medencében. A feladatok betanítása során már elkezdtük neki az alapokat, a maradás, a vízbeküldés, a különböző irányok megadása, emellett már elkezdte tanulni a bójaugrást, a csúszdázást már tudja, illetve az eszközökkel is ismertetjük már. Az állatpark kaliforniai oroszlánfókái szívesen játszanak egymással és gondozóikkal, oktatásuk is hihetetlenül játékos természetükre épül. Trénereik pozitív megerősítést használnak, haldarabokkal jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. Étlapjukon többek között a hering, a makréla és a tintahal is szerepel.